Szeretném köszönteni a Ajka TV nézőjét, Gál Zsók a magyar női bajnokkal együtt. Én azt gondolom, hogy a mai témánk is eléggé izgalmas lesz. Az alapsori matról próbálnánk egy pár érdekes állást megmutatni Zsókával. Ugye az alapsori mat az nem más, mint egy olyan helyzet a sakkban, amikor az alapsoron, ugye sötétnek nyilván a 8-as soron, világosnak a 1-es soron, van olyan helyzet, hogy a sötét király olyan sakkot kap, amiből nem tud kilépni. Tehát egy olyan történet, hogy a sötét királynak a utolsó sora ebben a helyzetben rosszul van megvédve, és gyakoriak azok a kombinációk ezekben a szituációkban, hogy valamelyik játékos, ebben az esetben világos, beáldozhatja, úgy mondjuk, hogy kombinációt csinál, beáldoz egy értékesebb sakkfigurát, néha vezérjét, és utána a bolmatot tud kialakítani. Nem tudom, Zsóka, hogy láttad ezt az állást, ki áll jobban? Hát igen, ugye anyagilag egyenlő az állás, viszont sötétnek nagyon be vannak ragadva a figurái, ahogy ezt láthatjuk. Ennyire, igen, ennyire nem szokott sötét ragadva állni. Eléggé szerencsétlenül szóval áll a sötét király mellett most, az a két bástya, ugye? Igen, világosnak nagyon aktívak a tisztjei, itt van a két bástyája, és ugye most jön a kétlépéses matt, ami el is dönti a játékot. Igen, hát most világosnak van egy kicsit meglepő lépése, ugye tudják bizonyára a nézők a figuráknak az értékét, ugye nyilvánvalóan ugye a gyalogot egy egységnek mondjuk, ugye a futó huszár 3-3 egységet nagyjából egyenlő, a bástya 5 egységben mondjuk a vezér pedig 9 értékét, de ebben a pillanatban a kombinációknak ugye úgyis az a lényege, hogy értékesen figurát odaadunk egy kevésbé értékesért, de megvan az értelme, tehát vagy mattot adunk, vagy pedig a kombináció végén anyagi előnnyel jövünk ki. Te mit lépnél? Igen, csak ebben az állásban ugye vezérüti F8 a helyes lépés, királyüti F8, és ahogy említettem, nagyon jók a bástyák, tehát bástya 8 az már matthoz is vezet. Nekem egy szép alapsori mat, ugye ilyen esetben nyilván nem sajnáljuk odaadni a vezérüket. Sötéttel meg érdemes elkerülni az ilyen rossz figura felállásokat, mint az F8 és a H8 bástyák. Igen, ebből az esetben ugye az a tanulság, azt gondolom még, hogy a sötét oldaláról nézve, hogy ne legyünk biztosak abban, hogy nem fogják beáldozni a vezérét az ellenfélnek, mert gyakran előfordul, hogy beáldozzák azt a vezért, és akkor ne akkor vegyük észre, hogy matot kaptunk, amikor megkaptuk, hanem egy ilyen korábban próbáljuk észrevenni. Jó, akkor lenne még ezzel kapcsolatban egy-két példa, és akkor figyeljük meg ezeket a lehetőségeket, és ugye az a jó tanácsunk, ugye Zsókával együtt, hogy ezeket a helyzeteket próbáljuk észrevenni, és előre próbáljuk kivédeni ezeket az alapsori lehetőségeket, amit az ellenfél esetleg ki tud használni, illetve hogyha mi látunk ilyet, akkor próbáljuk meg ezeket észrevenni a játszmáinkban. Igen, következő példa. Ebben az állásban azt gondolom utolsó lépésben a sötét vezér E4-et lépett, és ez első pillanatban nem tűnik rossznak. Ugye vezér E4-jel megtámadja a világos huszárját, és ugye nyilván fenyegeti leütni az F4 gyalogot is sakra. Ez nem tűnik rossznak, de ez a vezér E4 lépés, ez hiba volt, és ezt a világos ki tudja használni. Hasonlóképpen az alapsori gyengeséget lehet észrevenni ezekben a példákban. Igen, világosnak megint a figurái nagyon jól állnak, ugye, mint látjuk, minden figurája támad, kötésben van a huszár, és az alapsor az bizony védtelen, hiszen most világosnak van egy nagyon szép lépése, vezérüti F6. Sakk, megint beáldoztunk ugye egy vezért, viszont bástyüti F6-ra konkrétan van, hiszen bástyi D8, és most igaz közben lehet húzni a vezért is, meg a bástyát is, de ugye ez matthoz fog vezetni mindenképpen. Királynak a H7 gyalog az egy ilyen torlasz gyalog, saját figurája miatt kap mattot a sötét király. Igen, a huszár szépen védte a G7 pontot, és a király nem tudott kimenekülni. Ugye ez is azt gondolom, egy szép motivum volt, amit vegyünk észre a partjainkban, illetve hogyha
az ellenfélnek valami hasonló fenyegetése van, akkor hasonlóképpen, mint az előbbi példában volt, vegyük észre, hogy esetleg van lehetőség az ellenfélnek egy vezéráldozattal matort létrehozni, és ezeket előre ki kell védeni, nem akkor, ne akkor vegyük észre, hogy amikor már bekaptam, leütötték a matot, igen. Leütötték a... Következő példa is, mit látsz ebből Zsolka, ebből a hadállásból? Igen, a következő példa is egy elég tipikus motívum, hiszen a világos király be van szorítva, az alapsor gyenge. Hogyha már a világos gyalog mondjuk itt állna, akkor teljesen megváltozna az egész állás, hiszen nem működnének ezek a taktikák. Ugye jól látszik, hogy az alapmotívumunk az vezérfegy sakk lenne, és az lenne a motivum, hogy leütik, visszaütjük, és alapsorimat, viszont most kettő figura is fogja az F1 mezőt. Visszavédi még a pontot. Igen, ezért el kell terelni legalább az egyiket. Ezért leütünk E4-re, futőti E4-jel. Most bármelyik figura üt vissza, vezér F1, mondjuk így, vezér F1 sakk. És cserék után bás cserék. Cserék után ez egy mat lesz. Igen, kicsit ugye meglepő lépés volt első pillanatban ez a futőti E4, mert azért nézhette el esetleg a világos ezt a lehetőséget, mert a futóüti E4-et ugye lehet ütni vezérrel a bástyával, de egyik sem működik. És hogyha elmegy a vezérrel, mondjuk a vezérrel menjen el D1-re, hogy védje, akkor ugye a G2 gyalogló. Igen, igen, vagy ugye és a G2 és ugye most futó, lenne. Igen, ez még szebb. Így van, így van. Úgyhogy ez is tanulságos. Ha vezér G3-ban folytatná, akkor hogyan? Futó E4-re vezér G3-ban lépne, akkor hogy folytatná? Hát ugye itt meg vezér F1. Megint elment ugye a védő. Igen, elment a védő figura. Igen, ott a cserék még nem adnának eleget. Ugye? Védekező féllel szerintem az fontos megjegyezni, hogy ilyen állásokat próbáljuk meg elkerülni abból a szempontból, hogy próbáljuk mindig kinyitni az alapsort, és odafigyelni ezekre a motívumokra. Azért, hogyha egy ilyen motívum már fennáll, mint ez a vezér F1, akkor már elég kritikus az állásunk. Igen, ugye maga a motívumnak a neve nyilván elterelés volt. Igen. Ugye a futó üti E4, ugye nyilván lóg a vezér, de bármit nem lehet lépni, és ezzel a futó E4 elterelő lépéssel igazából az F1 ponttól vettük el a lehetőséget, és ebben az helyzetben a sötét eléggé gyorsan nyert ebbe a helyzetben. Ilyeneket vegyenek észre a kedves nézők, és illetve, hogyha az ellenfél hasonlóval fenyeget, akkor próbáljuk előtte az alapsort kinyitni, az a jó tanácsunk ezzel kapcsolatban. Akkor köszöntjük újólag a Ajka TV nézőjét, és a barátokat, Gál Zsóka, női magyar bajnokkal együtt. Igen, én is köszöntök mindenkit. Majd nagyon érdekes példával készültünk. Kapa Blanka játszott sötéttel, újonnan az alapsori mattokat tanulmányozzuk. Most itt igen, egy érdekes végjáték. Igen, ajánlom a nézőknek, hogy állítsák meg a videót, és próbálják meg megfejteni. Igen, hát ugye első körben, amíg gondolkodnak, ha állásértékelést lehet adni, akkor ugye úgy tűnik, hogy a világosnak nem lehet nagyon sok gondja. Ugye a vezérek bástyákkal teli végjáték van, és van a világosnak egy gyalog előnye, és gondolhatta azt, hogy a nagy Capablancát, aki sötéttel játszott, aki ugye kubai világbajnok volt, döntetlen legalább el fog érni. De itt egy meglepő lépést lépett a sötéttel játszó Capablanca, ami az alapsori gyengeség kihasználását mutatja be nagyon szépen. Igen, elsőre ugye azt hinnénk, itt van egy trükk az állásban, elsőre azt hinnénk, hogy vezér B1 sakk, vezér F1 ugye egyetlen közbehúzás, és bástya D1 nyer. Na most ez nyer csak világosra, mert bástya C8 az mat lenne, ugye? Igen, érdemes figyelni az ellenfélnek a lehetőségére, mert ő sötét király is ugye alapsori mat közelében volt. Igen, ezért lépő. Egy mást. Vezér B2-t, ez is valamilyen szinten ráterelés, hiszen ugye nem üthető a vezér, mert bástya D1 az ugye mat lenne. És bástya C2-re, ami logikus, arra már vezér B1 sakkot beadjuk, és vezér F1-re megint nem bástya D1, mert bástya C8 lenne, hanem vezérüti C2, és ugye nyertünk egy bástyát. Ugye óriási előny, ugye a bástya, hogy megfenyeget még a bástya D1 vezérnyeréssel is, ugye? Igen, viszont a parti vezér B2
Ugye lóg bekövetkezett, a vezér, ugye, meg ugye támadjuk a bástyát is, és... tehát Igen. a világosnak kell valamit lépni. Megpróbálta megvédeni vezére egyel, és erre szépen kihasználta a Capablanca, hogy leütötte a C3 bástyát, és itt világos fel is adta, Igen, értető igen, módon, igen. Igen. Ezért itt C3-ra bástyát, D1 sakk, és vezére egy bástyát, T1, ez matt. Igen. Egy nagyon szép, szép példája egy volt szép ismét az elterelés alapsori matnak és elterelésnek. Elterelés, hogy nagyon szép motivum. Ezeket vegyük észre, az a jó tanácsunk, ugye Zsókával együtt a kedves nézőknek, hogy ezeket vegyük észre, és hogyha lehet, akkor be előre védjük ki ezeket az alapsori mat lehetőségeket, mert akkor esetleg mi is így járhatunk, Igen. hogyha nem figyelünk. Hát ugye minél több ilyen taktikát oldunk meg, annál jobban fogjuk és gyorsabban ezeket észrevenni egy partiban is akár. Igen. Ez még fontos. Köszönjük a Köszönjük. figyelmet.